Vádat emelt a Kecskeméti járási ügyészség egy helybéli kamionsofőr ellen, lőfegyverrel és lőszerrel való visszaélés büntette, valamint lopás vétsége miatt. A sofőr a vád szerint 2019. augusztusában a munkavégzése során egy kecskeméti üzem raktárához hajtott. Itt a leparkolt kamionban lévő élelmiszerdobozokba, illetve a kamion felső ágyába elrejtett 7 darab defektjavító pumpát, összesen több mint 424 ezer forint értékben. A rendőrség a házkutatás során a vádlott kecskeméti ingatlanán a lopott pumpák közül kettőt megtalált és lefoglalt. A vádlott később a többi pumpát is bevitte a rendőrségre, így a lopással okozott kár megtérült. A vádlott ingatlanán és az autójában a pumpákon kívül engedély nélkül tartott lőfegyvereket és lőszereket is lefoglaltak. Az egyenruhások összesen 3 darab pisztolyt, egy revolvert és 12 darab töltényt találtak. Az ügyész felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozta a büntetlen előéletű bűncselekményt beismerő vádlottal szemben. Az ügyészség indítványozta azt is, hogy a bírósága lefoglalt lőfegyvereket és lőszereket kobozza el. A kamionsofőr bűnössége kérdésében a Kecskeméti járásbíróság dönt.